Hát hello mindenkinek, én Kampesz volnék, és azt szeretném nektek bemutatni, hogy hogyan játszom végig a Need for Speed Carbont. Hát ugye most ez lesz az első rész, amiben amiben ugye megszerzem az első kocsimat, s ilyesmit. Na akkor menjünk is tovább a karrierhez. Karrier indítása ugye, és várunk egy kis időt, míg betölti. Hát ezt a játékot már többször végigvittem, de most szeretnék nektek csinálni egy olyan videósorozatot, amiben végigviszem nem 100%-ra, hanem addig míg Dariust le nem győzöm. Hát akkor ugye itt van ez az első kis videó. Ezt végig kell nézni, ugye. Hogy jövök a kocsival. Jó gyorsan a BMW-vel. A elnézése egyszer-egyszer kissé meg vagyok fázva. Ugye most érünk ide abba a városba, ahol volt eddig is a... és ahonnan elüldöztek. Na jó van. Na, kezdődjék is az első hajsza. Utam cross felügyelővel. Ez nem menjen olyan könnyen, hogy lerázzuk. Hát ezt a játékot én körülbelül vagy 20-szor vittem végig, úgy 60%-ra, kétszer 100%-ra, abból a 20-ból. Mondjuk nekem ebbe a játékba az eleje nem tetszik annyira, mert teli van ilyen videókkal. Erősen megvan töltve ilyen marhaság. Hát egy történetről szól, mi más játék is. Ugye itt jön a cross. Hát jó van, akkor válasszuk a kocsit. Exotikum. Nem szeretem annyira izom. Tuning. Hát én általában az izmot választom. Mert amikor odaérünk, hogy a driftelni kell, sokkal jobban driftel, mint a másik két típus. Hát akkor jön is itt az első versenysorozat, persze nem nyerek semmit, se jól emlékszem már. És hát akkor a Camaro SS, egyik kedvenc kocsim, jó van Niki, tudjuk. Kicsit lassan veszi a sebességet, de azért jó kocsi, lássátok, már is erő vagyok. Hát szerintem most ezt a videót akkor fogom én befejezni. És ezt a részt, hát amikor legyőzöm az első ellenfelet. Az mondjuk elég későre fog lenni, hát ez körülbelül egy jó órás lesz szerintem. Általában én ebben a játékban ilyen vegyesen szoktam a kocsikat enni, hát amelyik jobban menjen, mindenki azt nézi szerintem. Na most ennél a kanyarnál használok egy kéziféket, alá megnézzük, mit is csinál. Na. K
kapar a kicsike. És én így beszoktam farolni a szélba. Mikor előre vagyok. Na jó van. Igen. Menjünk tovább. Nos, itt észre jönnek az, jön az a rész, mikor jön Niki. Ez amelyik lesz a leendő társam. Jól emlékszem. Ria. Igen. Neville. Csúfpofája van szegénynek. De itt ezt a részt azért nem bírom, akármilyen kocsit lehet, Niki előtted van. Igen, van a szélfogó, az útkereső és a blokkoló. Figyeljétek meg! Satok neki üttem. Figyeljétek meg! Figyeljétek meg, mindjárt itt is van, el is hagyott. Ezt mondom én. Akár milyen kocsi legyen, úgy elhagyod, mint a szart. Bocsánat a kifejezésére. És a blokkoló, nézzétek meg, ne vilt ki is ütte. Igen. A szélfogó. Ez útkereső, hát ez megmutassa a rövidítéseket. Hát igen, a csapattárs csak korlátozott ideig versenyzik. És hagyott. Hát akkor ennyi is lenne ez a training videó itt. Szevasz. Általában ebbe a kanyarba szokott vége lenni. Jó van, akkor folytassuk tovább. Most így jön egy kis rész Neville, hogy menjünk és egyet zsaruzunk. Jó van, tudom, kettesben maradtunk.
Onnan tudjuk ne vilna, ez már gyorsan be. És jönnek a zsarok. Szeretem őket erősen. Csak mondjuk szeretem az ilyen erőgépeket, jól lehet velük versenyezni és minden. Csak annyi az egész baj van, hogy zsaruzásban nagyon gyengék. Na akkor hallám, nézzük, mit is tud. Na, nyomorék. A nyomorékok. Csak ilyen kolyó, na nitro. Ennyi az egész. Még egy ilyen. Na nem sikerült, utalér, akkor. Itt maradt az ajtaja. Egyedül nem, mert. Hát itt a kamion most lerázom. Is volt. És akkor eltűnök. Tudom, nem megyek, nem tudom most már merre kell menni, nem menjek olyan messze. Inkább csinálok egy ilyen. Na, most merre kell végül is menni? Na, jó van, menjünk arra. Hát, na, is akartam mondani. Ja, rühellem az autópályát. Sehol, mondjuk a zsaruzni kell, sehol egy menekülési helye. Igen, ez a házam lesz most. Nem érdekelsz, na. Na jó. Most jönnek a bemutató videója, nem érdekel.
Jó. Nem tekintünk semmit se. És hát akkor jön az első verseny sorozata. Ugye. Vissza a karrierhez. Jó, aktív Rocky. Ja, ki kell választani itt, milyen legyen a csapat logó. Hát az érdekes szoktam választani csapatnak. Legyen a csapatnő. Ja. Devils. Jó van. Itt megmutassák a térképet most. Jó. Körzetek. Igen. Bushido. Kenji. Igen. 21 Street. NG. Legutolsó. Verseny. Oké, hát akkor kezdjük is. Ellenőrzőpont verseny. Sprint. Hát akkor ellenőrzőpont ugrás a verseny. Még ezt szeretem a Carbonba, hogy egyből oda lehet menni a versenyhez, nem kell autókázni minden, hogy zsarukat felszedj, siessen. Nem mind az Underground 2-ben, de ott nincsenek zsaruk, ennyi a jó benne. Nehéz, kell egy csomót autokázni. Ugye ez a checkpointos, szép magyarul ellenőrző pont. Ezeket a versenyeket nagyjából bírom, csak legyen nitro. Csak most nincs, nincs nitro. Vá, szinte bementem. Nem ér egy lófasz se az a rövidítő. Á, mondjuk leveszi azt a nagy kanyart, annyi az egész. Pláne benne. Olyan fél perc elég lesz odaérni. Ezt figyeljétek. Ilyent is tudok én. Csak legyen egy kicsit tuningolva, akkor mit tudok én. 10 másodperc elég volt idejérni. Vagy 20, na. 25, na 35 volt. Azt a 200-al megyek. És kanyart veszek be. Hú, baszki. Brutál. Á, mondjuk ide tényleg nem érdemes már bemenni. Ezt elcsesztem. Egyenesen neki a falnak. Na, 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 siess, na! Ennyi! Kár, hogy nincs nitro. Akkor már rég a célba volnék. Á, meg lesz. Váj, még szüktettek is egyet. Elérhető vált motorháztető. Nem érdekel a motorháztető nekem. Motor kell. Erősebb, keményebb, jobb.
Ja, hiszem most itt jön az a videó, jön Enzs is, hogy belém köt, hogy miért jövök az ő területjére. Már csak tudom. Csak tölteni már be. Na itt van, igen. Milyen jó rock zenére jön a csap. Igen, visszajöttem. Nem megyek, itt maradok. Na jó van, nem érdekel. Igen, ennyi, tudjuk, ő az. Igen. Niki, most hova menjek? Ja. Menjünk versenyezni tovább. A sprint. Ugrás a versenyhez. Megöl az unalom, az a bajom. Na. Vaj, Neville van itt, te. Az a jó ebbe a csapattársakba, mondjuk az ilyen sprintnél nem tudom, hogy úgy van-e, de van pár verseny, amiben úgy van, hogyha ő lesz az első. A például a speed trap-be az, amikor gyorsan kell menni. Ha ő lesz az első, akkor ugyan ki, mintha te nyertél volna. Egyszer egyik ismerősöm mondta, nagy okos volt, hogy ugyan, hogy ha az első 10 benne vagy, hát de figyeljük csak meg, 8 versenyző van egy ilyen izébe, versenybe, mondjuk ebbe is. Na. Gyere már, Neville, aktiváljalak. Ez a kanyar elég szarul sikerült. Na de itt. Veszem át a vezetést. Így közelebb kerülök, hogy első leszek. Első, ha? Én tudok valamit. Na, Nevi. Akasztod e? Jó van, úgy. Ügyes vagy. Úgy versenyzek, mint egy Forma 1-es pilóta, örökké a belső évről kifelé megyek. Most minek? Kit akarsz aktiválni? Kit akarsz kilőni? Nézzek, milyen különbségünk van, ő lenne a... Kedves videó nézők, nem tudom hány percnél járok, de szerintem 10 perc már rég lejárt. Ó, oh, hogy ne. Félkor kezdtem el már 20 perc. Jó. Hát szerintem ez az lesz az utolsó verseny most, mert elég sokra sikerült ez az elejem. Fel is kell töltsem a videót. Még egyéb dolgom is van. Are you man, azt mondja Neville nekem itt. Na hát akkor
Ezt a videót zárnám is, ennyi lett volna, hát az első videó gondoltam beleférek 4 videóba, hát szűkös, hát és már mit csináljak, ugye megnyertem a izét, jó sebváltót kaptam, megyek vissza a garázsba, és a rejtek helyre, leállítanám is le a videót. Jaj. Hát akkor sziasztok, legyetek jók, hát ennyi lett volna az első videó, azt a következő videóval majd még jelentkezek.